Szerte az országban az utak mentén vagy a ligetek területén eldobált szemetekkel találkozik az ember. Van itt az autóalkatrésztől az építési hulladékig minden. Hiába nyitottak ki a hulladékudvarok, a szokások nem alakultak át, és az emberek kihordják azt, amit elvéhetnének a gyűjtőhelyekre is. Ez a helyzet Tolnán is. Sajnos Tolna város közigazgatási területén és a város belterületén kívül, úgy külterületen, külterületi utak mentén nagyon sok az illegálisan lerakott hulladék, kommunális hulladék, építési hulladék, de akár a zöld hulladék is. Hát ha tippelnem kellene, akkor ezres nagyságrendet mondanék köbméterbe, de nem áll rendelkezésre egyébként tételes felmérés. Évek óta próbál sok mindent megtenni településünk azért, hogy tisztítsuk a környezetet. Évek óta rendszeresen részt veszünk az országos TESZED akcióban, gyakorlatilag ilyenkor civil egyesületekkel, iskolákkal együttműködve, egy 150-200 fővel szoktunk általában belterületen, bár egy kicsit a külterületi utak mentén is szemetet gyűjteni. Így a város belső területei mentesek a szeméttől, de a külterületek védelmére nincs megfelelő erő. Igyekszünk pályázati forrásokat is felkutatni. Tavalyi évben volt már ilyen lehetőség, akkor a Mözsi település részen az elhíresült újbucsutéri árkot sikerült megtisztítanunk. Hát ez egy komoly, mintegy 6 millió forint összegű mentesítési akció volt, illetve hát örömmel tudtunk csatlakozni legalábbis pályázat benyújtása szintjéig a Tisztítsd meg az országot című programhoz, amit a kormány hirdetett meg. Múlt héten beadta önkormányzatunk a belügyminisztériumhoz az illegális hulladék lerakásra vonatkozó pályázatot. Annak elsősorban itt a célterülete majd ez a lőtéri út, lőtérre vezető út. Azt tudni kell, hogy ezek a pályázati lehetőségek mindig csak önkormányzati, kizárólag önkormányzati tulajdonú területekre vonatkoznak, magánterületeken nem tudunk ilyen akciókat megvalósítani. A szemetelők nem nézik, hová öntik ki a használaton kívüli dolgokat, ezzel akár 100 000 forintos költségeket okozva a földterület tulajdonosának, akit köteleznek a környezetszennyezés megszüntetésére. Azt gondolom, hogy a jó szó kevés, bár sokszor teljesen érthetetlen folyamatok zajlanak, hiszen Tolna városában is működik a szolgáltatónak az ökoudvara, ahol ugye a szerződött ingatlan tulajdonosok ingyenesen tudják a különböző hulladékaikat elhelyezni, fajták szétválogatása mellett. Ugye ez azért fontos, mert utána ezeket tovább lehet feldolgozni. Ez bent található a városban, jól megközelíthető, köves út mellett. Ezzel szembe elképedünk, hogy a határban gyakorlatilag megközelíthetetlen helyekre is ipari mennyiségben hordják ki a szemetet, amihez ugye eszköz kell, költség kell, tehát a józanésznek ellentmondó folyamatokat tapasztalunk. Én bízom benne egyébként, hogy az a kormányzati szándék, amelyik nem csak a hulladék összegyűjtését, megsemmisítését, hanem a jövőbeni újratermelődésének a meggátolására irányul, tehát arra, hogy egyrészt szankciókkal, komoly szankciókkal fogja sújtani azokat, akik illegálisan helyeznek el hulladékot, illetve kötelezi az ingatlan tulajdonosokat majd, hogy a jövőben a megtisztított területeket őrizze, figyelje, tartsa tisztán a területet, ezek együttesen majd hosszabb távon eredményt fognak hozni. Az önkormányzatok vadkamerákat helyeznek ki a leginkább sújtott területekre, ahol általában ettől meg is szűnik a környezetromboló folyamat. A szemetelők azonban ilyenkor új helyeket keresnek maguknak. Jelen pillanatban csak esemény után megyünk, tehát ugye amikor azzal szembesülünk egy-egy szemre során, hogy van egy-egy újabb szeméthalom, szemétlerakat, igazából ugye a tettenérés lenne a kimondottan üdvözítő. Azok a kormányzati programok, amik elindultak, úgy gondolom, hogy lépésről lépésre való, azoknak a lépésről lépésre való alkalmazása, tehát egyrészt a meglévő lerakók felszámolása, másrészt ugye a területek védelme, tehát legyen megfigyelés, legyen őrzés valamilyen fokon. Ami kiszedul a belvárosból, az az erdőkben és a külterületeken köt ki, érthetetlen módon, hiszen az ökoudvarok befogadnak minden hulladékot. A szemléletformálás egyenlően nem hatékony, vélhetően a szigorú büntetés hozhat csak eredményt.